Budafok Tétény önkormányzata a Sziget Festékház jóvoltából pályázatot hirdetett, melyben 500 ezer forint értékű festékre és a festéshez szükséges eszközre lehetett pályázni azoknak, akik szerették volna a kerületben, a lakókörnyezetében lévő falfelületet, kerítést felfrissíteni egy új színnel. A pályázat feltétele volt, hogy a jelentkezők helyi közösségükkel, civil szervezetükkel együtt vállalják a kijelölt terület festését. A kiírásnak az Ártér Művészeti Egyesület és a Maci Tagóvoda közös pályázata, valamint a 903-as számú Prohászka Ottokár cserkész csapat jelentkezése felelt meg, így ez a két projekt valósult meg. Október 10-én birtokba is vehették a Méhecske csoport gyermek a festett játékokat. Több ötletből indultunk ki, de végül azok az ötletek valósultak meg, amelyek eléggé letisztultak ahhoz, hogy a gyermeki fantáziát inkább segítsék, nehogy gátolják. Ugye a túl sok részlet jelenik meg egy felületen, azáltal elvesszük azt a lehetőséget, hogy egy gyerek esetleg másképp gondolja, másképp fejezze be. Ezek a motivumok és ábrák, amik a falon és az aszfalton megjelennek, ezt próbálják segíteni, azzal összefüggésben, hogy egyéb fejlesztő funkciókat is betöltsenek. Milyen figurák jelentek meg, ezt ti döntöttétek el, művészek, vagy a gyerekek esetleg súgtak, hogy mit csináljatok? Hát első körben teljesen szabad kezet kaptunk a tervezésben, tehát mi döntöttük el, az óvoda pedagógusokkal együtt összedolgozva, de voltak spontán döntések, például a krokodil a falon, az egyik kisfiúnak az álma volt, és hát mondtuk neki, hogy mindenképp megvalósítjuk. 4-5 művész tervezte és festette a különféle motívumokat az udvar falára és térkövére. A stratégiai partner által felajánlott kétféle festékkel, a kültéri falfestékkel és az aszfaltfestékkel nagyon könnyű volt dolgozni, mondták a művészek. Az átadó ünnepségen minden óvodás egy-egy kerületi kifestőt kapott ajándékba, melyeket szintén az Ártér művészei álmodtak papírra. Ez az intézmény, a Maci óvoda az egyik büszkeségünk, a kerület egyik olyan intézménye, amire nagyon sok energiát, időt és nem utolsó sorban pénzt fektettünk, hogy a gyerekeink a lehető legjobb körülmények között legyenek. És amit Réka az előbb elmondott, a lélek az, ami egy kicsit ebből az udvarból hiányzott, és ebben voltak segítségünkre. Ami ebben különleges ebbe a projektbe, azt nagyjából 3 szóval tudnám jellemezni, és az óvodásokból induljunk ki, az ő esetükben ez természetes. Az, hogy önzetlenek, hogy érdekmentesek, és hogy őszinték. Ez, ahogy az ember idősebbé válik, kevésbé lesz jellemző, de azok, akik itt voltak, azok mind produkálták ezeket a tulajdonságokat. És az a különlegesebben, hogy környezettudatos volt ez a projekt. Az a szép! Marci! Azt a megkorát ugrott, Marci! Ide ugorját a rózsaszín! Biztos, hogy fog rongálódni, hiszen egy óvodáról van szó, és erős használatba vételbe lesznek a figurák, hiszen azért készül, de szerencsére anyaggal is el vagyunk látva rendesen, és hát mi is rendelkezésre állunk, és az óvodának a technikai dolgozói is rendkívül segítőkészek, és biztosítottak minket arról, hogy a kisebb javításokat ők el is végzik. A projekt része volt még az óvoda kerítésének lefestése is, mely nem csak esztétikai funkciót lát el, hanem a fény visszaverő festéknek köszönhetően biztonságot nyújt a gyermekek számára az autósokkal szemben.